A csalók újabb és újabb lehetőségeket keresnek, hogy becsapják áldozataikat. Van, hogy unokának, vagy egy szolgáltató munkatársának adják ki magukat, de az is előfordul, hogy egy bank alkalmazottjaként mutatkoznak be a telefonba. Előfordulhat, hogy a telefonhívás a banki ügyfélszolgálati hívószámhoz nagyon hasonló számról érkezik. Az elkövető illedelmesen bemutatkozik és megpróbálja elaltatni áldozata gyanakvását azzal, hogy látszólag mindent úgy tesz, illetve mond, ahogy azt a valódi banki ügyintéző tenné. Csak hogy a beszélgetés közben banki személyes adatokat csal ki a sértettől, majd egy SMS üzenetben elküldött kódot kér megerősítésként, és ezzel a tranzakció és a beszélgetés is befejeződik. A sértett csak később veszi észre, hogy valaki megkárosította. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bankok nem kérnek ügyfeleiktől sem telefonon, sem e-mail útján érzékeny banki azonosító adatokat és jelszavakat. Ne adja meg ismeretleneknek se banki, se személyes adatait. Amennyiben hasonló hívás kap, illetve ha efféle hívás során adatait átadta, haladéktalanul jelezze az esetet az érintett pénzintézetnek, ha kára keletkezett, tegyen bejelentést a 112-es hívószámon, vagy személyesen a rendőrségen.